Szekszárd, Béketelep, sorakozó családi házak. Ez az utca bojdult fel néhány nappal ezelőtt a kiérkező tűzoltó autók és mentők miatt. Az egyik házban ugyanis szénmonoxidot jelzett az érzékelő, ami a gázkazán mellé volt kihelyezve. A lakók szerencsére azonnal megkezdték a lakás kiszellőztetését, a szekszárdi hivatásos tűzoltók pedig a kazán mellett még egészségre káros mennyiséget mértek. A ház tulajdonosa azonnal átszellőztette az épületet, de még így is szénmonoxid mérgezést szenvedtek a lakók, akiket a mentők kórházba szállítottak. A katasztrófavédelem szóvívője azt mondja, általában három okra vezethetőek vissza a szénmonoxid mérgezések. Gyakori probléma, hogy a nyílt lánggal égő berendezés műszaki kialakítása rossz, de az is a gyilkos gáz veszélyes mennyiségű feldúsulásához vezethet, hogy a régi fakeretes ablakokat műanyagra cserélik, amiknek a légáteresztő képessége minimális. Ezért jelentősen csökken az épületbe bejutó oxigén mennyisége. És ezek a modern nyilázárok nem biztosítják a megfelelő levegő utánpótlást a nyílt égésterű készüléknek az üzemeltetéséhez, hiszen egy köbméter földgáznak az elégetéséhez körülbelül 10 köbméter levegőre van szükség, és a jó szigetelő nyilázárok mellett ez a levegő utánpótlás nagyon hamar megszűnik. Úgyhogy fontos, hogy erre odafigyeljünk. Illetve hát nyilván minden évben a kéményeket is ellenőriztessük. Tolna megyében egyébként az elmúlt években viszonylag ritkán fordultak elő ilyen jellegű esetek. Évente 8-10 alkalommal riasztják a tűzoltókat szénmonoxid mérgezés gyanúja miatt.